Tarany követi mi szajongóim halálmacó módon a Totálnál tankolók. Ugye megindultunk, aranyanyám, percig ne aggódjál, hogy nézd meg, löki be a benzin. Most, és hallod, most már itt elhagytuk, most Aix-en-Provence előtt állunk, már elhagytuk Kánt, Antibot, hiányokkám. Szanyikát bepakoltuk, cipogót otthon hagytuk, tudod, az autópálya cipa, azért vissza, mert édesem. Szóval most még nem biarizottad, hova viszel téged, Attila Tursz, édesem? 2002-től 2010-ig te ott olyan puposítás ment, hogy megőrülsz, megvadulsz. Nézd meg! Par mesure de préparation, port du masque obligatoire dans la boutique. Tehát a üzletbe, a butikba föl kell venned a maszkot. Merci de votre compréhension. Köszönöm a megértést. À sa préventive mesure. Ja, az már angol. As a preventive measure, face mask required in the shop. Thank you for your cooperation. Votre sécurité est notre priorité. Hallod, de rendes, mi? Anya úristen, totál McDonald's-os. Hallod, Mekibe is beugd? Hát ez nem ilyen rössz a Meki. Taka neki. Bonjour. Szerdeg arany követőim, és nagyon jó, úton vagyunk, Anna Marival, ne gondolt, hogy nincs itt velem. És még egy mondatot, ugye, de még csak augusztus 20-a van, ugye mondhatnám azt is neked. Szóval, hogy mit kell erről tudni? Most Anna Marival utána olvastunk, mert mit gondoltál, hogy mi az Anna Mari vagy én, a Palasz Nagy Lexikon? Oké, mit tudom én, hogy mi ez? Szóval a következőt tudjad augusztus 20-ról. Először is Szent István ünnepe, ugye, mert akkor halt meg, ugye? Avatták Szentté, az első István király. Igen, tehát Szent István Szentté avatását ünnepeljük, de ennél anyukám puposítósabb a történet, mert nem az a lényeg, hanem az, hogy a kenyér ünnepe, azon belül az új kenyér ünnepe, mert ekkor az új búzából sütik az első kenyeret, ugye, mert vége az aratásnak, ezzel van taká. Úgyhogy az új búzát jól nagyon-nagyon betiszteljük, bebecsüljük ez véget, ez az egyik része. Aztán ugye itt ilyenkor megszegik a kenyeret óriási felhajtással, ugye meg ezt is néztük, vagy ezt olvasta Mari, hogy akkor itt mögszögik édesem a kenyeret. Ugye ez mi volt még? Várjál, már elfelejtettem, Mari, az előbb olvastam. Nem tudom, mit akart. Hát kapcsolódj be, hát legalább egy kicsit segíten. Nézd oda, sit hagy engem a hülyesség. Meg nem fogálmám szintén. Na mindegy. Aztán képzeld el, hogy ugye, ja hát anyukám azért itt azért a, hogy mondjam ezt neked finoman, ugye az őstermelőt ünnepeljük, ugye, az agrárt, tehát hogy ugye van a munkások ünnepe, na ezt már a kommunista, az a kommunisták, Jézusom, érted, hogy meg ne tudja a vityó ezt, hogy a kommunisták is beleszóltak ebbe a kenyér ünnepébe, mert akkor szájéban nagy. De ugye a szocializmusban a kommunisták, ugye úgy döntöttek, ugye május 1 a munkások ünnepe, és akkor az augusztus 20-a pedig kérlek szeretettel a mezőgazdaságban dolgozóknak lesz az ünnepe. Úgyhogy akkor azt így be is okizták ezt az egészet. És mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Ugye volt az új kenyér, ja van valami... 1937 óta ünnepeljük a mit? Újra a kenyér ünnepét, mert ezt elvették a... 1900... Darányi kezdte el, nem az volt, hogy 1899-ben Darányi földművelésügyi miniszter, mert a parasztok anyukám fölstufolták magukat, és hogy azokat... Nagy volt az ellentét a földesügyes paraszt között. És hogy lenyugtassa, ezért bevezette, hogy izé puposíthatsz augusztus 20-án. Igen, ez az ő nevük legyen, az a... A kenyér, meg a izé hülyeség. Követőm és rajongóim, Anna Marival ugye megérkeztünk a festői Avignonba, halál jól néz ki. Nézd meg, ilyen kis utcákkal képzelj el magad elé. Hát ugye, amit... A Bányosfalon belül van. Most igen. Hát nem tudom elmondani, mert a Mari itt van, érted? Elmondja. Mondja, mondja nyugodtan. Szóval ez körbeveszi egy városfal. Most itt már puposkodtak egyébként a rómaiak, előtt a frankok voltak itt, utána a római birodalomhoz csatolták ugye ezt az egész várost.
Hát édesem, utána jöttek a gótok, meg a kelták, meg minden volt itt, anyukám. A német-római császár, Martell Károly lerombolta a várost. Ezt követően ugye, ugye volt az a bizony, amit mindig mondok neked, ugye követőnek, rajongónak, az Avignoni fogságot. Most megnézzük ebből kifolyólag a pápai palotát. Mert ugye, hát valamelyik kelemen, de Mari, át ne vágódjál már megint, hát nem igaz. Na most ugye, amit még tudnod kell, ugye, hogy valamelyik kelemen, hát most vagy hetedik, vagy kilencedik, valamelyik. Ötödik köz kelemen. Mit akarsz mondani ezzel? Hát, nézd egész nagy elát. Mit akarsz mondani? Az ötödik kelemen. Várjál, de mit akarsz mondani? Kezdjük ott. Hát kelemen volt, tehát az volt, ide figyelj rám nagyon, hogy ugye mi volt? Az Avignoni fogság ugye az arról szólt, pifanyukám, már itt van az előkelő gótikus templom előttünk, az arról szólt ugye, hogy a francia király olyan hatalma volt és olyan ereje volt, hogy rákényszerítette a pápát, tekintve, hogy Rómában ilyen belharcok voltak a városállamok között, vagy olyan puposzkodás volt, hogy nem volt biztonságos az egész, és ezért azt mondta a francia király, anyukám, hát itt van Avignon, hát alá jól elleztek. Az jött, ment, válogatott, hogy hol legyen, azt mondja, pifédeszem Avignon. És akkor itt voltak 70 évet. Édesem, Place Jérusalem, nézd meg. Mutathatnám magunkat is, lehet, hogy jobban járnál, de hát nézzük Avignont, jó? Na most ugye a városfalat, ugye, tehát az, nem tudom, hogy megvan az akkori városok, úgy néztek ki. Ja, egyébként képzeld el, hogy Avignon egyébként köztársaság is volt, mikor? 1200 valamikor, nem? Jött a pápa, ötödik kár. Azelőtt volt köztársaság, és most ha oda bekukszizol, pifanyukám, na ott van a templom, látod? A templom az a városfal, nem a városfalnak a tornya. És te miért vagy már mazgba? Ja, mert látom, mindenki mazgba jár. Te le vannak arva, majmok, majd a boltba abba leszünk. Na, hát édesem, tehát a köztársaság is volt, és utána leverték, mikor a pápa bepuposította magát, és várjál, valamelyik 8. Lajos volt az, aki a pápával közösen elfoglalta a Avignont, aztán akkor ezzel a döntésével, vagy ezzel, hogy rárúgtak egyet Avignonra, édesanyám, innentől kezdve Franciaországhoz csatolták, és azt hiszem, hogy a király valamelyik testvére, Poitiers grófja, alá tartozott, és akkor még valami olyasmi volt, várjál, hogy kiadtál? Ja, az Anzsú, igen, a szicíliai Anzsú ház is itt volt, édeskanyám. Nyukám, ne tudd meg. Dők a postás autó, Alizi. Menj, milyen helyes? Nézd meg, postás fiú. Milyen megkérdezem, nincs valami levele nekem? Ne haragudjon már. Pardon, nézek, 84-es a körzet, ez azt jelenti, hogy ez melyik megye? Hol vagyunk? Vaucluse-be vagyunk, és ennek a körzete a 84. Nézd, micsoda körülmények, hát egészen oda vagyok. Pifanyukám. Hát engem itt jövünk, nézd, ez az utca. Ez egy halálarany család. Ez egy sziklába be van vágva. Most azt nem tudom, Mari, ez a pápai palotába járhatunk? Ez a pápai palota. Hát nézd meg, mi kellett ezeknek ekkorát építeni? Hát gondolom, hogy a Vatikán se kicsi, kamem, gondolkodjál már. Most Cilla, most mit vagy ezért oda? Nézd meg. Hát hová hoztalak tégedet? Mari már megint maszkba van, nézd meg. Levegőt nem kap, de mindegy. Nyomja. Na, úgyhogy ezt kell tudnod, ja, és akkor tudod, hogy az a Kelemen pápa, meg a Szép Fülöp francia király, negyedik Szép Fülöp, hát templomosokat ők csinálták ki ketten, tudod? Szép Fülöp aztán katonai erővel, pif. Na, oda nézd, ott, hát ez mit akarol, nézek? Itt vagyunk, hát Maria az megindult, maszkal a fején. Itt vagyunk a főtéren, és ugye, hát ezt ne felejtsd el, hogy itt egy ilyen próza kulturális zenei fesztivál van Avignonban, egy ilyen Királyi Attila. Az én nagy főnököm, ugye a TV2-ben, a nagy góri. És itt, hát ez a pápai palota, ez meg a Petit Palais, amit ha megnézel, látod, ez a Petit Palais, ez a kis autót, ez a kis vonatot, ez tényleg fölrobbantanám, de mindjárt föl is ülünk rá. Ez a Petit Palais, ez meg a nagy palota. Dík, nézd, na, kongat a Margó.
és akkor ez a nézők, ja, de nem is a Kirádi, Jézus, nem is a Kirádi volt itt a zenei fesztiválon, hanem a Tilla Tilla kollégám, főnököm, vezetőm, ő járt itt, és ő puposzkodott itt megállás nélkül. Kirádi Attila, nagy főnök, nem tudom, hogy te jártál itt, Attila? Áruld már, Avignonban, Rapságban. Hát ez az előkelő templom, ugye itt Krisztus, ki meghalt a kereszten a bűneinkért, édesem, sose felejtsd el. Nézd meg, ez egy ilyen, ez igazi előkelő, ilyen román stílusú vár, halál jól néz ki. Szóval 70 évig érted a pápát, azt ide belökték, 1370-ben kerekedett fel, amikor meggyengült. Oui, mais c'est fermé, elle a dit, la dame qui dit que c'est fermé. C'est pour ça qu'elle a dit que demain, ouais. Ah, je peux y aller, d'accord, on y va. Tocka be a paléba, majom. Ez követő rajong a papai palotát nem tudom megmutatni. Ellenben a kis csilingelő kis vonaton ülök. Mit nem mondjak, 9 ér per fő, úgyhogy anyukám jó szokban van az, hogy nem gyalog, 18 euró. Hát anyuk úristen, de legfelháborítóbb, hogy franciául, angolul, olaszul, spanyolul, németül, hollandul, oroszul, japánul, törökül, de még portugálul is elmondják. Oh, vaha! De magyarul nem. Te érted ezt, hogy magyarul miért nem mondják el? Hát ne arag, ugye ez Európa egyik legjelentősebb állama vagyunk, mert ráverünk az egész EU-ra. De ne arag, ugye már állandó balhéba vagyunk. Magyarul nincs kiírva. Nem értem, hogy miért nem intézkedik a vezetőnk. Érted? Aki engemet itt... Bonjour! Anyukám, már megyek is föl. Kisvasúta. Hú, Mari, de jó ötlet ez a kisvasúta. Anyukám, már én is hallgatom. Most vagyunk a Hossén, azt mondja. Ez a dómsziklán megyünk. Várjál. Ugye megmutatom neked, jó? Hogy mit hallgatok, jó? Hogy halljad. Hallod? Ezt mondja, Jézus, várja, ezt mondja. Te jó Isten, várja, miben vagyunk. Figyeled? Figyeled? Enszalálok. Várja, Istenálok. Várja, lököm föl. Bonjour. Oda nézd. Ez a Rón egyébként, ez a Rón folyó. Ott a fal. Egy része. Mert ez végig megy. Ez a Loire. Ez nem a Rhône. Construit au 13e siècle. Le Rhône, c'est pas de Loire. Contrôle la rive droite. Ah, Marie, Marie, elle est sous la vanne. Mais c'est petit paysage. Il est magad, magyarázni. Le fort Saint-André. Qui défendait au 14e siècle l'abbaye bénédictine. 11. századról beszél. Hogy stúbba vannak. Remarquable. Sont classés parmi les hauts de France. Hallod? Vagy érted? Figyelj, én megkövett az álomba! Ez a petit palais, látod? Musée de Bussi petit palais, vele. De jó ez a kiszon. Emlékszel, amikor Marbellán, vagy a Sevillán ültünk tavaly Anna Marival? A izén, a buszon, tudod, ez a hopat, vagy mi az Isten volt? El tudod képzelni, hogy ilyen nagy hatalom volt Avignon, amikor a pápai széket, egyébként Franciaországnak az európai politikában volt a Németországi Csendőrséggel szemben, mondanom szakel, hogy a pápán így elkapta őkét, tudod? Hát aztán idegbe került mindenki, de hát mindegy egy ideig, de 70 évig az eltűnt a dapa mindenkinek, római császlás, ki vagy te majom? Tudod, mi beszélnek rólad itt a városban? Semmi. Látod? Hát egyébként hova hoztál a... Írtsam el le, de nézzek, de szép a palota. Figyelj, 9 euróért most ide visszahozott, és nem takarnakozik. Ebben a pillanatban ugye magával a kisvonattal le fogunk kanyarodni, és a klasszik idegenvezetésünk. A Rue de la Madonna-n fogunk lekanyarodni, egy jellegzetesen szűk utcája Avignonnak, ahol ugye mi kis petit rendünk alig fér el, ami zajt hallhatunk az a turistaboltban, hogy mint ajánlok mindannyiuknak, kérem jöjjenek be, kabócákat hallhatnak. Ezt követően ez egy Lexikon Múzeum mellett haladunk el a jobb oldalon, bal oldalon egy sima házfaj található.
ebben a szobban nyugodtan tudnak nyakláncokat vásárolni, vagy egyéb kiegészítő dolgokat. A sarkon álló kanikat ne érintsék meg, kérem, ne szimogassák, a dagit se legyenek olyan kedvesek békén hagyni. Jó turisták, kérem, tartsák tiszteletbe a város szokásait, dagit nem szimogatunk, köszönöm szépen. Folytatjuk utunkat a kisbuszon, még ezzel kapcsolatosan jelentkezünk. Viszont halászra. Folytatjuk utunkat a középkori városban. A 12. században alakult ki ez az arculata a városnak. Mint az előzőleg már említettem, Martell Károly 800-ban, nem 1000, nyugodja már 800-700, vagy mit tudom én mikor, elpusztította a várost. Ezek után ugye 8. Lajoshoz került, aki a pápával az akkori köztársaságot bevette, és a francia királysághoz csatolta. Kicsit haladjunk, mert egy kis kamion előtt állunk. Most a Rue de la Grand Fusterie-nél haladunk el. Sajnos óriási a kis idő, ez a kis nővezeti olyan, mi kis Petit Train Avignon.fr buszacskánkat, vagy mi ez a kis vonatunkat. 9 euró a jegy megváltása a kis vonatra, vagy egyébként gatyáig le tud izzadni, és menetelhet le föl a hegyen, ha ahhoz van a turistának kedve. De én javaslom, hogy inkább az én szolgáltatásaimat vegyék ki. Már előzőleg említettem, a középkori városkákra jellemzőek ezek a nagyon szűk utcák. Egyébként ez Villars hasonló, La Turbie hasonló, ugye ott Monaco és környékén. Ez érdekesség ennek a városnak, még a szivárvány is előkerül, ugye, hála jó ére. Satonnan, úgy látom, hogy a Ratyi Matyóskodász azért az itt is dívig a végre volt pápai városban. Kérdezhetjük ezeket a kis zsalugátereket, ez bájos, csendes, elég családias kisváros, valószínűleg másfél-két éven belül jó magam, arra eret vágnék magamon így, de hát azért azt nekem, hogy mondjam, hogy kellőképpen tudnak önök is pupozkodni, és a lovettájukat el tudják verni minden körülmények között, amennyiben érdekes volt a szolgáltatásunk számomra, kérem keressék a Attila Tours, és perkáljanak, fizessé, pattanják ki. Itt a bal oldalunkon láthatjuk magát a Rón folyót, itt egy kis hideg két turista társunkkal, és mint amiről beszéltünk, itt láthatják Avignonnak a falát, amely körbevette a várost, és ez természetesen végigfut ezekkel a bástya épületekkel Martell Károlynak, ezt követően 8. Lajosnak ezeket a falakat kellett bevennie, hogy be tudjanak jutni, azt még nem tudtuk megnézni, és nem tudtam önöket tájékoztatni, hogyan szerepelt a város a francia forradalom ideje alatt. Ez kapcsolatosan, ha kérdésük merül föl, sok szeretettel javaslom, olvassák el a Wikipédiában, vagy vegyenek egy könyvet, és ne engem vegzáljanak a hülyeségeikkel. További szép napot kívánok, állunk az önök rendelkezésére, bármikor, bármilyen esetben, bármilyen információval. A Attila Tours nem áll meg, folytatjuk szolgáltatásainkat, www.attilatours.com, mert nemzetköziek vagyunk, taka. Láthatják, tovább jövünk, ugye a kis vonatunkkal mondanom szekkel, és itt is folytatódik a városfal, ugye, ami nagyon érdeklődtek a kerülős követők és rajongók, ugye Attila Tours keretén belül szerintem most egy barlangrendszerbe fog lekanyarodni a Petit Train Avignon.fr nevű kis vasút, Centre Congré. Ő sok szeretettel üdvözlöm Önöket, Tafelának, ez 1974-ben a Pont du Rocher-t nyitották meg, és itt újra föl tudunk menni, nem tudom, hogy figyelnek-e, de tudjátok, a látarkában vagyunk. Már is turistatársaink integetnek, kérem szeretettel ne integessenek, hanem vegyék meg a méregileg a jegyet. Jó? Köszönöm, nagyon kedves a részük a ajándéktárgyak ügyében, kérem, tárcsázzák a www.attilatours.com-ot. Minden jó? Kórházat láthatunk, amit a 15. században építettek. Senki nem kívánom, hogy akkor megműtsék bármivel is, mert egy perc alatt a kába került volna. Hozzátok kell tennem, hogyha nem is Avignonban, de valahol Nostradamus is erre pupozkodott a dél-francia részen, hiszen Montpellierben tanult orvosként. Ugye arról a bizonyos Nostradamusról beszélünk, ugye aki megjósolt mindenféle őrültséget. Egyébként egy zsidó származású családból származott, és a nagyvesti sárvány ideje alatt dolgozott folyamatosan és életeket mentett. Érdekes módon sosem kapta el magát a kort. Taka.
kiderült most már itt nem a középkori részben, egy picit a 17.-18. században vagyunk, itt megyünk el gyönyörű utcák mellett, egyébként a francia forradalom alatt, aztán abban hagyom a klasszik szilatúrt. A francia forradalom alatt egyébként nagyon bepuszkodott a város, és itt a Verné utca 21 szám alatt készültek azok a pamfletek, amikkel elárasztották a várost, úgyhogy teljes idegbe kerültek. Természetesen itt is voltak kivégzések, és itt is fellángolt a stupfoskodás, de nyilván a forradalom központja Párizs volt. Kussász meg, csak ne házzatok el, még nem nyelent tétülök, de már majd kérszem a anyád úr is szerint a izébe kis vonatomból. Jézusom, a vezetünk egészen 40 fok van. Hát szóval egy jó kaniszámli. Hát ez egy két taka. Most kanyarodunk le, ugye itt egy... Ez egy kis kápolna. Nem tudom, melyik kápolna. Ez volt elég jó kani itt, mert ne ordítsam a majom, gyerek, már átverek. Köszöntöm. Turistákkal vagyok, ha fejezze be, kérem. De most itt több olyan főúri palota van, az a hotelnek hívnak, tehát az Hotel Montreux, ez az ő, ahol megszáll, tudod, az a nagy puposzító főnemez. Itt a városban egyébként, amik a 18. században épültek, Lycée Mistral, hát ez egy gimnázium, ugye ott van, École Publique Mixte, Frédéric Mistral, parancsolja. Liberté, Egalité, Fraternité, hogy ez a jelmondat majdnem mindenhol ki van írva, mondanom szekkel, ahol nincs, ott viszont taka van, nincs fordulás, taka. Tényleg a követőimet ennyit tudtam mutatni a középkori városból, ugye, ahol, mint mondtuk, ugye, pupozkodtak a rómaiak, pupozkodtak a kelták, a frank birodalom része volt, a pápa pupozkodott, Lajos, Martel Károly. Anyukám volt itt minden, jöttek, mentek, mint a oroszok, Sződurvában, és hát itt Franciaország, ugye, déli részén az egyik legszebb kis idő. Városban vagyunk, a forradalom alatt se tagadhatták meg magukat, érted? Gyönyörű palotákat építettek a 17.-18. század. Ide lökszett egy karusszel, kanét magyarázza, hát a mögött egy papa, ugye, mit nem mondja. Itt egy karusszel, ott egy Zoller, ott egy családapa, itt egy kalapos, mit akarol még? Ne haragudjál már, hogy neked semmi se jó. Megyünk tovább egyébként most Carcassonne-ba, mert ott fogunk éjszakázni. Vagy árba. Taka. Valami követnem is rájuk, hogy mit vagyunk. Hát Mari lett a kamionsofőr, mondanom se kell. Nézd meg, ő dobja föl magát, de nyomja. Imádom, mert hallod, föl kell emelni az ülést, és kakaszülőm van a marca. Nézd meg, de jól néz ki, anyukám. Most megyünk, most úgy néz ki, hogy beszívánunk meg, vagy hol? Narbonne-ban. Nem megyünk el Carcassonne-ig, Narbonne-ban megpihenünk. Most azt 13. mondja, Narbonne 13 km, Espagne 1 óra 10. 13 perc. 13 minut. Ja igen, 13 perc. És akkor, mert hogy tudod, ha késő akkor anyuka, lehet, hogy nem lesz egy szállásunk. Senyika ott van hátul, előkelően, nézzek, saját angolos ágya van. Nézzek. Szerintem tudod, hogy neked van egy angol ágyad, és utána Narbonne-ban megpihenünk, és holnap megyünk Carcassonne-ba. Ja, volt egy olyan ötlet, hogy elmegyünk Spanyolországba, de... Külön, nagyon tetszik a fehér autó. Hát akkor fehéret kéne venni. Hát a minit el kell adni, ugye? Mert Anna Márinak... Nem, azt hiszem, hogy előbb van az kár. Jó. Ja, most ha videózok. Jó, most a lakás. Itt nyomjuk a izét. Tehát össze-vissza jelölgeti a színeket. Azt hiszik, hogy egy ilyen kifestőkönyv Európa, érted? És össze-vissza, hogy ez legyen piros, ez sárga, de milyen? Nem tudom, nem csipálom őket. Hát kb. Így néz ki az egész. Megőrülsz, megvadulsz.